Sziasztok! Ebben a mai részben már sokan kértétek tőlem, és egy ilyen kérdésedet meg szeretnék eleget tenni, amiben azt kértétek, hogy mutasson be nektek a smink kollekciómat. Na most, eddig azért nem csináltam ilyen videót, mert úgy gondolom, hogy nincs olyan sok sminkem, hogy ebből ilyen smink kollekciós videót kellene csinálni, de hogy azért mégsem maradjatok ilyen videó nélkül, úgy gondoltam, hogy bemutatom nektek a sminkémet, viszont mindenkit felkészítek arra már így előre, hogy nem lesz ez olyan sok, mint amit megszokhattatok már. Nem is tartom magam beauty bloggernek, csak így blogolok szépségről, meg divatról, meg outfitekről, tehát ilyen kevert a blogom, se nem beauty, se nem ilyen style, úgyhogy majd meglátjátok, hogy milyen lesz ez a videó igazából. És így nem is fogom neki a smink kollekció címet adni, mert nem tartom ezt egy kollekciónak. Majd kitalálok valami címet, ami esetleg így jellemezheti ezt az egészet. És akkor kezdjük is el. Először is én az asztalomon, az íróasztalomon tartom a íróasztal, hát ez egy számítógép asztal, ezen tartom a sminkjeimet. Itt. Úgyhogy akkor szerintem induljunk el innen. Először is, amik nincsenek semmilyen tartóba, csak így ki vannak ide rakva, ezek egy alapozó, ez az Avon-nak ez a Calming Effects alapozója Ivory színben, és van még egy ilyen rimmel, vagy hát ez igazából már nem alapozó, mert ebben ugye volt egy ilyen rimmel alapozó, ezt nagyon szerettem, egyébként tudom ajánlani mindenkinek ezt a Coolmat alapozó, de ebben most ilyen saját készítésű szemhéj alapozó van, amit egy csomó blogon megnézhettek, mert le van írva, hogy hogyan kell csinálni, úgyhogy ezt tudom ajánlani mindenkinek. Van itt még egy korrektor, ami ez az applikátoros kivitelezésű, és itt az Essence-nek a korrektora is. Mellette van két parfüm, amiket most éppen használok, ez egy Essence parfüm és egy Avonos Incandescence parfüm. És itt mögöttük van egy ilyen kis mécses tartó. Na, én ebben tartom az ecseteket, mert hát most konkrétan 4 darab van benne, mert a többi az kimon a mosóba, hogyha ugye hétvége van, akkor ecsetet is szoktam mosni. Hát egyszer tisztítom őket, tehát ez most pont így jött ki. Egyébként azt még elmondanám, hogy most sincs itthon minden sminkem, mert a fele, nem a fele, de egy csomó lent van a szexádon, de azért a nagyobbik része az most itthon van. Ebben a bögrében, ebben tartom a szemceruzáimat és a tusaimat, úgyhogy ezt szeretném most nektek megmutatni. Na, itt van egy ilyen, amit lehet nálam nyerni, ez az Essence Metallic szemceruza, vettem egy ilyet magamnak is, és nagyon jó, úgyhogy örülök, hogy vettem nektek ilyet. Remélem, nektek is tetszeni fog. Van itt még ez a Color Trendes fekete szemceruza. Ez az Avonos kitekerős szemceruza, a Glimmer Sticks, ez nem olyan jó, nem ajánlom senkinek. Van ez a Gillian Dempsey For Avon, ez jóféle. Van még egy Essence-es, ez a régi fajtából, ez a leárazott leárazáskor vettem 300 forintért. Aztán van itt egy ajakkontúr, ez rimmelás. Van itt egy ilyen Arabian Glow többfunkciós ceruza. Ez igazából nem szemceruza, hanem tudjátok, ez a, amit lehet szemhéjre kenni, meg így egy csomó helyre. Ez ez a fajta. Aztán van itt egy ilyen türkiz, hát türkis színű, talán valami Essence szemhéjtus, ez a Breezy Beach színben, van még ebből ugye a lila, hú, erről le van kopva a szín, nem tudom nektek megmondani, hogy hányos, 4-es árnyalat, annyit látok. Aztán itt van még a rózsaszín, ez a Pinkadelic színű tus, a kék, ez a 2-es, On The Go, és itt a barna is, ez pedig a Got A Date 1-es árnyalat. Aztán van itt még egy ilyen tús, ennek már nem emlékszem a márkája, mert nincs rajta semmi, vagy várjatok, csak itt van. Laline Fine Eyeliner, ez van itt. 2-es árnyalat, ez egy kék színű szemhéjtus.
Aztán van itt egy Mi Sport ceruza, erről már csináltam nektek tesztvideót. Van itt egy ilyen avanos szemhéj festék, ilyen zöldes mentás színben, körülbelül olyan színű, mint a körömlakom most. Aztán van még itt még egy Mi Sport ceruza, erről is csináltam már. Még két Mi Sport ceruza, még egy avonos kalosztrendes, még egy Julian Dempsey. Aztán egy sí tus, egy kalorszemes fehér szemceruza, egy sziszi fekete szemceruza, és egy másik Airbnb Glow, ez egy kék szín, ezt most nem nyitom ki. Szóval ezek a szemceruzáim, meg a tusaim, amiket ugye ebben a kis bögrében tartok. Gyors visszaköszönöm. És közben már nézelődhettek arra felé, mert hogy, ja, itt van egy ilyen kis tükör, és ott van a körömlakjaim egy ilyen dobozban. Ebben a dobozban még az órám volt, meg az órámhoz egy napszemüveg, úgyhogy ebbe gondoltam, majd ebbe szépen tudom tárolni a körömlakjaimat. Most ezt is bemutatom nektek, mert végülis ebből sincs olyan sok, hogy egy külön videó kelljen hozzá. Van itt ugye ez a lábujszétválasztó, ez a kő, most ez van így a körmömön is itt. Van itt egy átlátszólak, ez egy ilyen vibó körömlak. Van egy, hát ezt nem tudom kiolvasni, mi a márkája, valami France. Ez is színlak. Van egy ilyen 100 forintosba vettem piros lak. Egy ilyen bézses, egy bordó, egy eszences lazac szín, vagy korall szín, ez egy Miss Sporty Pink színű lak, ez egy Maybelline Pink és csillagós lak, ez nem tudom, ez talán ilyen sötétebb hús szín, egy Maybelline fehér lak, egy sziszis rózsaszínű lak, ez már kevés van benne nagyon, úgyhogy ez, hát még egyszer talán tudom higítani, de aztán kuka. Ez megint egy ilyen barackos Maybelline lak, ebből kettő is van, ami ugyanolyan. És van egy hasonló színű, ami egy ilyen kolortrendes lak. Van egy ilyen essence lak, egy lila, ilyet is vettem magamnak, mert egy során nem ilyet nektek vettem, ez az Enchanted Fairy lak. Van itt ugye az Essence Matte fedőlakja, az Essence Blossoms etc. kollekcióból a zöld színű, ez is mostani a körmömön van. Aztán itt van még az Essence-nek ez a kék lakja, amilyet szintén vettem nektek is. Ez a csillagos, világos kék lak, amivel mondtam, hogy nem vagyok megelégedve. Szintén ilyen csillagos lak, sziszis. Megint egy Essence lak, ez a Nail Art Twins kollekció. Ez is színűjel, van a két repedezős fedőlakom, és egy lovely lak, ami egy ilyen türkis. Úgyhogy itt ennyi lenne a körömlakokból. Itt van két körömlak lemosó, és akkor ebben a kis dobozban, ebben még a fényképezőgépem volt régen, itt vannak bent az ilyen szájfények, rúzsok, ajakápolók, meg ilyesmik. Hát gyorsan akkor fussunk át ezen is, ebből sincs olyan sok. Van itt egy ilyen kolorcsendes fájfény, van egy másik avonos, ennek nagyon szép színe van, ez nem tudom, hogy milyen el van kopva. Van ez az eszenszes, ebből van még egy, meg van még kettő, de azok nincsenek itthon, de azokat is láthattátok már videóban állam. Van ez a Blossoms kollekcióban, ez a rózsaszín, ezt most nagyon szeretem. Van egy ilyen, ezt bevittem már az a samohüleket becsütelhetni, de ezt talán L'Oreal, vagy nem is tudom milyen. És van ez a Color Trendes. És itt van ez a mini szájfényszet. Van kettő ilyen ajakápolóm, ami szintén Essence. Van egy Balea ajakápoló, ott van még egy avonos, meg két ilyen kis termékminta. Color Workshopból kettő, egy ilyen bézses és egy ilyen Barbie Pink. Van egy ilyen piros színű. Van ez a Rimmel
koralszínű, ezt nagyon szeretem. Van egy avonos ilyen rózsaszín, pink kvarc színben. Meg van egy ilyen ez, ami újsághoz volt, ezt nem nagyon használom. De egyébként ennek sincs annyira ronda színe, szerintem. Pláne, hogy szájon sokkal világosabb, tehát ez nem olyan pigmentált. Úgyhogy ezek lennének a szájszínek, meg a rúzsok. Itt van a külön a zseléstusom, és ebben a kis dobozban van még pár apróság. Van ugye ez a szempilleragasztó, műszempilleragasztó. Van itt két Color and Shine monószemhéjpúder, van egy Miss Sport is, van ez a Sunclub paletta, ez a púder, pirosító, ez a Lucky Beauty paletta, meg van még egy ilyen 100 forintos való paletta, ez nagyon ki van fogyva, mert volt benne egy kérdés, ami gyönyörű volt, de ami a közepén van, az még mindig nagyon szép, meg ez a sötét is szép, amiben látjátok, hogy sokat használtam már, úgyhogy amíg azok megvannak, addig ezt megtartom. Tehát akkor ezek ebben a kis dobozban vannak. És ha itt kinyitjuk, akkor itt van kettő Color Workshop-os paletta. Ez már így egy kicsit szét van esve, tehát így kettő töröd, de attól még jó ez. És itt egy ilyen kis kosárban tartom a szempilla spiráljaimat, meg a szempilla göndörítőmet. Na most erről azt kell tudni, hogy ugye egy szempilla spirált általában 3 hónapig lehet csak megtartani, és utána ki kell dobni. Nekem valamit már több ideje van meg, viszont még csak egyszer vagy kétszer használtam, és ugye akkor nyilván nem fogom kidobni, vagy hát szerintem ez nyilvánvaló másnak lehet, hogy nem. Meg lehet, hogy én sem rosszul. Ezeket most nem mondanám, mert van egy csomó avonos, van Maybelline, ből is több fajta van, L'Oreal-os, van egy ilyen kallos, szóval sokféle van, ezt szerintem annyira nem is érdekes. Aztán ebben a fiókban tartom, hát ez most itt ugye az eszenzes parfümnek a szokja, ebben a kis tartóban vannak az olyan ecsetek, amik egyik palettához voltak, és szerintem feleslegesek, meg használhatatlanok. Itt vannak a kis rúzsmintáim, ebben, hát mint ahogy látszik is, a vatta kamocsok vannak. Itt van ilyen eszenszes törlőkendőből kettő fajta, meg egy eszenszes készfertőtlenítő, és ebben a kis dobozban, amit így bevontam csomagolópapírral, ebben vannak így a ti ajándékaitok, ilyen kis neszeszerek, meg minták minden mennyiségben. Úgyhogy igazából ennyi lenne az én smink kollekcióm. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videómat is, és remélem azért nem volt nagyon unalmas számotokra. Úgyhogy ez ennyi lenne, nem sokára jelentkezem még egy videóval, ami ígérem, hogy már egy kicsit izgalmasabb lesz. Sziasztok!